Sebességmérést végeznek a rendőrök ezeken a felvételeken. Ezekben a napokban egyre több Trafipax berendezéssel találkozhatnak az autósok az utakon. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata augusztus 8-a és 14-e között Speed elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrök is csatlakoztak. A közúti tragédiák, a halálos kimenetelő balesetek egyik meghatározó oka a sebesség helytelen megválasztása. Ezért augusztus 8-a és 14-e között a járművezetők összehangolt sebességellenőrzésre számíthatnak Baranya megye, Magyarország, illetve Európa közútjain egyaránt. Ezekben a napokban a hatóság Magyarország egész területén fokozott sebességellenőrzést fog végezni. Az összes mobil Trafipaxot bevetik majd. Baranya megye közútjain július utolsó hetében összesen 37 baleset történt, amelyből 13 személyi sérüléssel járt, 24 pedig anyagi káros volt, a közzétett adatok szerint. A sérüléses balesetek főbb okai között szerepelt a gyors hajtás is. Meglátásom szerint figyelmetlenek és türelmetlenek a közlekedők. Ez pedig nem megengedett, hiszen egy pillanatnyi rövid zárlat, egy pillanatnyi nem odafigyelés tragédiához vezethet. Így értékeli a megyei helyzetet a rendőr őrnagy. Ezért kéri a közlekedőket, hogy iktassanak ki minden eszközt vezetés közben, ami a figyelem elterelésére alkalmas. Valamint tartsák be a sebességhatárokat, amit most kiemelten ellenőriznek az egyenruhások.